Szevasztok, Imi vagyok, ez itt a Game Day Iroda, terítéken a Limbo. Bár nem mai darab, érdemes vele foglalkozni, mert 2010-es megjelenésekor nagyon sok gamer számára bebizonyította, hogy egy indie projekt is lehet nagyon szórakoztató és minőségi, nem csak a dollármilliókat felemésztő blockbusterek. Független filmesnek lenni nehéz, indie fejlesztőnek ugyancsak, erről Gergő beszél a gameplay videójában. Én viszont azt vizsgálnám meg, hogy honnan indul egy indie projekt, mivel kell szembenézniük, és mi lehet a sikerüknek a titka. Most olyat mondok, amit szerintem mindenki tud. A játékfejlesztéshez pénz kell, már pedig nagyon sok pénz. Persze lehet hobbiból is játékot fejleszteni, ahogy én is tudok hobbiból focizni, de hogyha igazi játékosok közé kerülnék, akkor nem nagyon rúgnék labdába. Érted? Tehát a játékfejlesztéshez nagyon sok pénz kell, és ez az, ami az indie fejlesztőknek nincsen. Van helyette kevés pénzük, amit nyilván kevés felé is lehet szétosztani. Egy indie cég pont ezért alig néhány embert foglalkoztat, egy-két programozó, egy level designer, egy artist, egy kreatív, és körülbelül ki is fújt az egész, ja, és általában mindenki több munkát végez egyszerre. Így volt ez a Limbo esetében is. A játékot 8-an kezdték el fejleszteni, majd 16-ra duzzadt a létszám, mire befejezték, és hiába robbant be a Playdead, a Limbót fejlesztő stúdió, most is csak 21 embert foglalkoztatnak. Egy ilyen indie cég költségvetésében nem fér bele a reklámköltés, hiszen nincs az a pénz, amit ne lehetne reklámra elkölteni, csak ezt ők inkább úgy mondják, hogy nincs az a pénz, amit lehetne reklámra elkölteni. I love magyar nyelv! Ahhoz tehát, hogy egy ilyen kis startupra felfigyeljenek, valami eddig soha nem látottat kell durrantani. A Limbo esetében ez nem más, mint a design. A Limbo monokróm világban játszódik. Úgy néz ki, mintha egy látványtervet szürke árnyalatosan kiszíneztek volna, mert mondjuk ahogy reklámra se, úgy színeszteruzára se volt pénz. Arndt Jensen, a Playdead egyik alapítója nyilatkozta is, hogy ilyen sketchelgetés közben jött az ötlet. A környezet hangulatos és szép, és hogyha figyeltétek az alapító nevét, akkor könnyen kitalálható, hogy miért. A Playdead ugyanis egy dán fejlesztő cég, és ha láttatok már dán filmet, akkor pontosan tudjátok, hogy mit várhattok a Limbótól. Feszítő érzés, nyomor, mély filozófia, lelki teher, stb. A Limbo egy platformer puzzle, de hogyha választani kéne a két műfaj közül, hogy melyik inkább, akkor azt mondom, hogy egy 100%-os puzzle. Ugyanis egy platformer játék esetén a pálya elején elindulsz, fölveszel valami lendületet, majd az akadályokon, ellenségen túljutva használva a képességeidet befejezed a pályát. A Limbóban viszont a platformer elemek két puzzle közül annyiba kimerülnek, hogy egyikből odamész a másikba. Igen, itt is van olyan puzzle, aminek a megfejtéséhez ugrálni kell, de amikor kész ez a puzzle és mész a következőbe, a kettő közötti szakaszon nincs meg az a lendület, amit föl lehetne venni, és ami miatt egy platformer. A Limbo ereje a részletekben van, és mivel ez egy borzasztóan általános mondat, nézzük meg, hogy mik ezek. A játék 2D-s, de felszabdalják a síkokat, és mélységet varázsolnak neki azzal, hogy elhelyeznek különböző dolgokat az előtérben és a háttérben. Elől jellemzően általában valami növény van, szerintem a legszebb a fenyőfa, háttérben meg valami mozgó alkatrész, például egy fogaskerék. Erre az egészre ráhúztak egy szemcsés hatást, mintha a régi néma filmtekercsről menne a sztori. Nézzétek meg, hogy még a fény is úgy pulzál, mint az az égvi, ami a tekercset megvilágította. Sok apróság van elrejtve itt-ott, csak figyelni kell. Például szmötyik szállnak a szélben, legyek köröznek, vagy porzik a talaj a lábad alatt. Az egész sötét komor hangulatot néha megtöri a fényes háttér. Ez olyan, mint mikor mondjuk belefényképezel a napba, és körülötte mindenki ég. Főhősünk, akinek nincsen neve, de Gergő után szabadon egyszerűen nevezük csak Gézának, megy A-ból B-be. Ez minden, amit tudunk a játékról. Ahogy a D-Rester esetében, itt sincs a szánkba rágva az, hogy ki a főszereplő, mit kell róla gondolni, hol van, miért megy, és hogy például miért akarja mindenki kinyírni az út során. Gézából semmit sem látunk, csak a fehéren világító szemeit. A mozgására viszont érdemes odafigyelni, mert legalább olyan szépen kidolgozott, mint a környezet. Van tehetetlensége és súlya, és bár nem annyira, mint a Last of Us-ban, de még így is elég jól van megcsinálva. A mozgásának folyamatos hatása van, próbáltam erre keresni valami megfelelő szót, de leginkább az angol fluid fejezi ki a legjobban. Két kis apróság, ami nekem nagyon tetszett, játék közben nézzétek majd meg. Amikor létrán másztok fel, Géza a létrafokokat fogja a kezével, végre valaki leprogramozza, és mikor lejtőn szaladsz lefelé, a testével hátrafelé dől, értelemszerűen, hogy ne essen hasra. Ezt a valós fizikát megkapta a környezet is. A kötél és a lánc ugyanúgy leng, mint a valóságban. Látszik egy dobozon, hogyha az nehéz vagy könnyű, és elég félelmetes hatása van egy elszabadult kőnek, ami feléd jön. A játék eleinte nehéznek hathat, de minél többet játszol vele, annál előbb kialakul az úgynevezett limbó szemed, én legalábbis így hívtam, mert ha ez megvan, és meglátsz egy puzzle-t, akkor azonnal tudod, hogy mi az az egy és egyetlen egy mód, ahogy azt meg lehet csinálni. A nehézség ütemezése nem sikerült szerintem a legjobbra, ugyanis néhány aránytalanul nehéz puzzle-be bele lehet szaladni rögtön a játék elején, és ugyanígy néhány aránytalanul nevetségesen könnyűbe a játék végén. Piros pont viszont, hogy a puzzle-ök eléggé változatosra sikerültek, és nem ismétli önmagát a játék. Van, ami a megfelelő timingra épít, például jókor kell lenni jó helyen, vagy pont jókor kell ugrani, és van olyan is, ami egy kicsit összetette fel feladatmegoldást igényel, mondjuk vissza kell nézni egy előző puzzlehöz, és onnan kell hozni valami alkatrészt. És hogy miért mondom, hogy nem platformer a Limbo, arra az ultimate válaszom a következő. A checkpoint rendszer nagyon-nagyon-nagyon sűrű, és magától aktiválódik, puzzle-ről puzzle-re. Mondjuk egy Super Mario-ban vagy egy Sonicban elképzelhetetlen, hogy mész 10 métert, és checkpoint, aztán mész megint 10 métert, és checkpoint. Márpedig a Limbóban ez van. A másik dolog pedig az, hogy a falling damage nem egységes. Látszik, hogy puzzle-ről puzzle-re gondolkodtak a készítők, és igazából ami az egyiknél elfogadott esés magasság, az lehet, hogy a másikban mondjuk halált okoz. Az a magány, amit a látvány sugall, visszaköszön a sound designban is. Igazából alig vannak benne hangok, mondjuk ha szaladunk a fűben, a fűnek talán van egy kicsi, itt-ott fúj a szél, ahol köröznek a legyek, ilyen óvatos kis lézümmögés, vagy van, ahol nagyon minimális zenét hallunk, de igazából a játék jelentős részében csönd van. A játék nem igazán hosszú, akár egy neki futásra kitolható, viszont ez nekünk nem sikerült, és nem azért, mert bénák vagyunk, hanem azért, mert meg lehet unni. Sajnos nincs meg az az érzés a játékban, hogy ez az, csak még egy puzzle-t hadd csináljak meg, csak még egy puzzle-t hadd csináljak meg, már mennék mondjuk aludni, de csak még egy puzzle-t csináljak meg. Helyette az van, hogy érjek már oda a következő checkpointhoz, mert eléggé szivatós ez a puzzle, csak csináljam meg, hogy ne innen kelljen folytatni holnap. Viszont ennek ellenére megvan a játékban az a plusz, hogy ha aludtál rá egyet, akkor másnap újra előveszed és tovább nyomod. A Limbo egy megérdemelten elismert és méltán hype-olt játék, és bár rövid és helyenként kiegyensúlyozatlan, minden dán és vagy puzzle rajongónak bátran ajánljuk.